Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy olyan színművész, aki igen hosszú pályát futott be, míg eljutott odáig, ahol ma tart. Fogadják szeretettel Horváth Károlyt. Szervusz, Karcsi, hol vagy? Köszönöm szépen. Ez a jó kérdés ez a, hogy vagy. Azt kell mondjam, hogy jól vagyok, de csak azért, azt is hozzá kell, hogy tegyem, mert az az érzésem mostanában mindenkinek volna oka panaszra. Ez egy ilyen pillanat a világban, amit most élünk. És hogy én ezt jól éljem túl, az utóbbi időben tréninget tartottam magamnak, amelynek a lényege az, hogy megpróbálom megkeresni abban a mai igen rossz napban azt a jót, amiért azt érdemes végigcsinálni. Úgyhogy én általában ezért jól vagyok. Ezt életbölcseletnek is akár fel lehet fogni? Én nem hinném, hogy bölcs lennék, és bölcselet szót kéne használnunk, de kétségtelenül igaz, hogy mindig vonzódtam a keleti vallás filozófiák felé, és ahogy elmúlt a kamaszkor, bár még nálam nem múlt el teljesen, úgy érzem, hogy lassan tudom egy picit alkalmazni, és ez nem rossz. Vágjunk bele a közepébe. Jó. Amiről, ahogy felkonferáltalak, te igen hosszú pályát futottál be, más művészeti ágakban is. Ha jól emlékszem, bábszínészként kezdted. Igen, annak idején én csak egyet tudtam, hogy valahogy a színház felé kell sodródnom, de bevallom, hogy nem tudok csak egy dologgal foglalkozni, még színházon belül sem. És a bábszínház az egy nagyon csodálatos dolog, az én nézetem szerint, mert egyesíti magában mindazt, amit színházról tud az ember. Ott van színjáték, van muzsika, van látvány, képzőművészet, közel áll a pantomimhez bizonyos esetekben. Nagyon megterhelő művészi feladat, és úgy érzem, nincs becsülete. Szóval mindjárt is jutok odáig, hogy még kell abba hagyni. Én megbecsült tagja voltam a bábszínészek társadalmának, de hogy úgy mondjam, dolgozott bennem az önmegmutatás hiúsága, ha szabad ilyen nagyszerűen fogalmaznom, és ezért is hagytam abba. Akkor nem tudom, ezt a fotót hoztam egy képet, ahol egy mackóval vagyok. A pikantéria annak a képnek az, hogy, és azért ezt hoztam, hogy ott Mackó nénit kellett játszanom, és egy olyan nehéz figura volt, tévéjáték egyébként, hogy nem bírta el egyik hölgy sem. És Bence Ica volt a magyar hangom. Hát a bábszínészet után pedig egy nagyon szerencsés véletlen folytán egy bohóztársulattal találkoztam, aki ma már így együtt nem léteznek, Happy End néven futottunk, volt közös televíziós filmünk, két lány és egy srác, akik hát tanítottak engem a bohóc szakmára, halatlanul hasznos volt. Mindez akkor történt, amikor a Mikroszkóp színpad tagja voltam, mint bábszínész, és Hoffit néztem minden este, úgyhogy az én iskoláim ezek, bábszínészet, Hoffi Géza, bohóc ipari művek, aztán Paudis Béla Orfeumja, ahol az Asmával, az Ambrus Asmával közösen kuplét énekeltünk, és aztán következtek a vidéki színészi évek, amikortól datálódik, hogy én tényleg színészként kezdtem működni, ahol élő testtel és hanggal kell megjelenni. Nem volt nehéz a váltás? Rettenetes volt. Szóval az ember, amíg azt az hajszolja, űzi, hogy megmutassa önmagát, kiderül, hogy ez a fajta jelenlét színpadon mégsem annyira ugyanaz. Nagyon keserves volt a kezdet, és Lendvai Ferenc nagyon szeretett és nagyon kegyetlenül elhalmozott munkával, úgyhogy egyik bemutatóban a másikba zuhantam, táncos komikus voltam egyik nap, másik napon Németh Lászlóban kellett játszanom, de átbillent ez a dolog, és amikor az ember ráír ez az ízére, hogy most már otthonosan mozog a közegben, és már tud valamit, újabb titkokat tanult meg a színház világából, akkortól az nagyon jó dolog. Szóval nekem nagy élmény volt a kecskeméti évek, bár duplán számítjuk, tudod, a vidéki éveket, úgyhogy nem is tudom, így majdnem 15 évet kéne számolnom, ha duplán számolok. Kitűnő kollégákkal, sok rendezővel, jó hangulatú színházat csinált az öreg, akit nevez a szakma egyébként öregnek és porosnak is időnként. Én úgy gondolom, hogy minden iskolát végig kell egy színésznek járni, amíg eljut az avantgárdig. Nem hiszek abban, hogy ott kell kezdeni.
Engem, mint laikus, mindig izgatott maga a szereptanulás, mint olyan. Én borzasztó nehezen tanulok három sort is. Bevallom én is. A színész szereptanulása egyébként nem azonos egy olyan fajta szöveggel sajátítással, mint amikor iskolásként meg kell tanulnunk egy verset, mert tudnod kell, hogy az a sok összetevő, ami egyszerre van jelen egy próbán, hogy itt az asztal, ott ül a kolléga, azt mondja, olyan ruha van rajta, erről szól a szituáció, ez mind együtt segíti, hogy beüljön az a szöveg az ember agyába. Én nagyon rossz szövegtanuló vagyok, én teszett hosszán készülődök, hosszadalmasan, és az utolsó héten meglepem a kollégákat egy szereptudással. És az énekes szerepek? Nyilván Kecskeméten... Igen, nagyon sok zenéset játszottam. Az énekes szerepek is, vagy az éneklés is későn ért engem utól, mint sok minden más ebben a világban. Tanyasi iskolákba jártam, és zongorát 22 évesen láttam először közelről, bevallom neked őszintén. Raskó Magda megpróbált megtanítani énekelni. Azt hiszem, sikerült neki. Mint gyógypedagógiai eset kerültem. Miket játszottál Kecskeméten? Hát sok táncos komikust. Legkedvesebb a Marica grófnő volt, ahol Sárosi Kinga volt a partnerem, a vágyos kedves kolléga, szép lány. Maros Gabival játszottuk a Mandragóra zenés változatát, de furcsa módon a legnagyobb örömöm és sikerem olyan darabokban volt, amire nem számítottam, hogy az az enyém. És képzeld el, ez nem más, mint a Baradlai Jenő a Kőszívember fiaiban, amire soha nem vágytam, és hihetetlenül mély nyomokat hagyott bennem a szerep, és mai napig nagyon nagy szívvel emlékezem vissza rá, hogy milyen nagyszerű volt. Aztán a másik meg a Csiki Gergely nagymamájában egy remek szerep, a Tódorka tanár úr, aki egy örök aglegény. De hát mondhatnék még ezret, mert tényleg nagyon sok mindenben játszottam. Megmondom neked őszintén, hogy nagyon-nagyon izgat engem, hogy hogy lehet ilyen állatszeretet mellett, ahogy te is az állatot szereted, vidéki színésznek lenni, és ugyanakkor az állatkákat is ellátni. Ez egy őrültek ház, amit mi műveltünk éveken át. Bepakoltuk hétfő reggel az állatkertet, a tiszta ruhát a kocsiba, megérkeztünk Kecskemétre, kipakoltuk, de macska már reflexzerűen ugrott be a kosarába, és a kocsiba beszállt, mikor megérkeztünk. Hogy hívják a cicát? Nekem minden macskámat Grizabellának hívnak, eddig három macskám volt. Ez azért van, mert ott lehettem Londonban annak idején a macskáknak, nem a premierjén, de közvetlenül az első hónapban láttam. És annyira nagy hatással volt rám az előadás, hogy akkor a meglévő macskámat rögtön átkereszteltem Grizabellává. A következő cicát, mert ő már öreg volt, azt eleve úgy hívtuk. Ezt, amelyik mostan ez a fekete démon, ezt meg egészen másképp neveztük el, mert mégse járja, hogy mindenkit ugyanúgy hívjanak, de egy idő után megint úgy kezdtük szólítani, hogy Grizike. És hát ő ennek nagyon örül. Vannak neked más gyengéid is. Ja, igen, tudom. Van. Sok gyengém van. Hobbiaid. Én úgy tudom, legalábbis művészkörökben úgy járja, hogy ha képekkel kapcsolatban véleményt kell kérni, festmények, akkor forduljatok Horváth Karcsihoz. Hogy van ez? Valóban néha megtisztel egy nagyon nagy nevű kolléga egy ilyen tanácsadói kéréssel. Ez úgy van, hogy én gyerekkorom óta mindig is nagyon szerettem a szépet. A szép felé sodolt minden. És különösen a festészetet. Mondjuk a szobrászat az egy drágább mulatság. És én elkezdtem kortársak között találni olyanokat, akik közel állnak a szívemhez, és így most az otthonunk olyan, mint egy kis múzeum. Nem az a nagyon gazdag, mert ez nem az a, miből most baromi pénzt lehet csinálni, de úgy van kibélelve. Lógnak a falon. Nagyon szép dolgok, amik nekünk az életünk részei. És közben megtanultam egy picit ezt a dolgot. Megítélni, hogy mennyire színvonalas egy műtárgy, mennyire jól komponált. Tanulok most is művészettörténetet. Apropó, de ez a könyvekre is vonatkozik, mert vonzott a könyvekhez is, a régi könyvekhez. Igen, szeretem a régi könyveket, és sajnos mindent gyűjtő típus vagyok. Régi bútor, régi könyv, régi szőnyeg, régi... Minden, ami régi vonz, mert úgy gondolom, hogy minden a múltra épül, de nem vagyok egy múltban tekingetős, félre ne is mindig előre nézek, legalábbis egy-két napot. De úgy érzem, hogy nálunk ebben az országban nincs elég becsülete a múltnak és a hagyománynak. Csak abból tudunk táplálkozni, mindig Anglia a példaképe téren. Meg kell becsülni minden kavicsot.
kavicsot is gyűjtök. Egyiptomból kavics az asztalomon, Párizsból kavics, Pia sírjáról. Mindenki elhordja, persze nem csak én, úgyhogy ez nem kell rá felvágni. De. Hogy van az, hogy ne haragudj meg a kifejezési vénfejjel, tanulásra adtad a fejed, egyetem tanulásra? Én úgy gondoltam most, hogy felszámoltam a vidéki éveket, és szabadúszóként akarok élni, és nem tartom magam egy vérszínésznek, akinek csak a színházban való játék a lényeg, hogy nem árt, hogyha frissen tartom magamat, a fejemet, a lelkemet, és elkezdtem tanulni most a Janus Pannonius Egyetemen, ami nagyon nehéz, mert közben pénzt is kell keresni, játszom is itt-ott, hál' Istennek, tehát minden a nyakamon van. Talán még, ha tovább léphetek az életbe, szeretnék színház csináló lenni. Ezt akartam érni, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Hát ha nagy leszek, akkor ez leszek. Ha még, nem tudom, mennyi időnk van erre beszélgetésben, hadd meséljek el valamit neked. Nagy élmény volt az életemben a Dajka Margitka. Talán erről beszélgettünk már. Igen. Ketten. És most ebben az esztendőben van, hogy 10 éve eltávozott közülünk, most azon munkálkodom, hogy éppen emléktáblát csináltassunk a háza falára. Margitkával egy utcában laktunk, és jó barátja volt kutyánknak, macskánknak és nekünk. De egy másik művésznőhöz is komoly barátság fűzött. Én valóban az életünk utolsó kecskeméti előadásában, a Csiki Gergely nagymamájában Perce Zitával játszhattunk együtt, ami szintén egy hatalmas esemény volt az életünkben. Úgy látszik, nekem ebből a szempontból szerencsés az életem, hogy sok ilyen nagy oroszlánnal találkoztam. Szabad egy hölgyet talán oroszlánnak hívni, vagy hölgyeket. Talán nem túlzás. Nem csak a színház területén, Barcsai mesterrel is volt szerencsém gyerekkoromban, és hasonlókkal. Mire készültök mostanában? Hát én azt vettem a fejembe, hogy a következő szezonban Asma rendezői ambícióit megsegítem az én színház csinálói ambícióimmal. Megpróbálok a háttere lenni annak, amit ő szeretne. Ez egy komoly munka. És hát bizakodom, én azt gondolom, hogy akármilyen nehéz most színházat csinálni, és akármennyire sanyarú sorsú ez a művészet ebben a mai világban, ennek fönt kell maradnia, csak ezt szabad csinálni, és ha most vagyunk itt, akkor most kell csinálnunk, és nem nyafognunk, és meg kell próbálni végigvinni az álmainkat, meg különben a fenemegette. Hol próbáltok per pillanat? Még nem próbálunk, van egy tervezete az Asmikának egy szereposztásról, van egy már konzultál a tervezővel, aki ma megcsinálta a díszlettervet már. Tehát próba, ha lesz, akkor szeptembertől próbálunk. És hadd ne áruljam meg, hogy hol mutatjuk be Budapesten, mert baromi babonás vagyok. Az egy dolog, hogy te babonás vagy, de mi viszont kíváncsiak vagyunk, és szeretném, ha kapnánk egy ígéretet, hogy a Budapest Televíziót meghívjátok a premierre. Én boldog leszek, ha a Budapest Televízió elfogadja meghívásunkat. Még egy picit hagyj kanyarodjak vissza a barátsághoz. Igen. Mit jelent számodra ez a fogalom, hogy barátság? A barátság az, én szerintem az egy a legnagyobb dolgok egyike az életben. Nekem komoly hiányérzetem van e téren. Nekem nagyon sok igen jó, közeli emberem van. De valahol azt hiszem, eddig nem találtam meg a barátságot olyan értelemben, ahogy mondjuk talán ismered Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című könyvét. Számomra ez egy alapmű, az egész életemet meghatározza. Már sokszor olvastam, és ma már kezdem azt hinni, hogy az a fajta igazi, óriási és nagy barátság talán nem is létezik csak egy ilyen remek műben, amire én úgy vágyom. Ezzel együtt vannak barátaim, akiket szeretek, és ők is, és egy-kettő még olyan is akad, aki, ha most minden összedől ma, akkor elmehetek hozzá, és megsegít. Ez nagy dolog, azt hiszem. Ez a legnagyobb dolog, ha az ember van, akire számíthat a bajban, mert olyankor tűnnek el az úgynevezett jó barátok. Károly, engedd meg, hiszen minden az életben, ez is véges, hogy megköszönjem neked, hogy megtisztelted a Rinkáfét, és egy ilyen kellemes beszélgetésben lehetett részünk. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, ugye egyébként is, a tanulásban is. Durranjon ez a premier, és ígérem, hogy ott leszünk. Köszönöm, Péter, köszönöm.